Na hát sok szeretettel üdvözlök minden hallgatót. Én Mogyorósi Rebeka vagyok, pszichológus, a Károlin végeztem pszichológusként. Most már 4 évvel ezelőtt végeztem el a felnőtt klinikai mesterképzéses szakirányát az egyetemnek, és most innen a saját karanténomból jelentkezem be hozzátok ebben a nagyon izgalmas és kihívással teli időszakban. Hát rólam és a munkámról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon közel áll hozzám. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a szupererőm a lelkesedés volt, amikor elindultam ezen a pályán. Igazából több is, mint 4 évvel ezelőtt, hiszen számos önkéntes munkában és projektben vettem részt korábban, úgyhogy azt elmondhatom, hogy akár csak ez alatt a 4 év alatt is, amióta végeztem az egyetemen, számos területén szereztem tapasztalatot ennek a szakmának, és egyébként erre buzdítalak benneteket is, hogy minél több területen próbáljátok ki magatokat, de lehetőleg még az egyetem alatt, vagy már az egyetem alatt is, hogy minél több tapasztalatot szerezhessetek ti is. Ez rólam elmondható, én dolgoztam iskolapszichológusként, dolgoztam szakszolgálatban, országos egészségfejlesztő projektben is dolgoztam, felnőtt egyéni pszichológiai tanácsadással foglalkoztam egy pszichológiai cégnél, illetve önkéntesként még számos területén jártam a szakmának. Hát az elhelyezkedés az teljesen... Hát számomra nagyon érdekesen alakult, én megfogadtam azt, vagy bennem ez volt az ilyen alapkő, hogy én nem helyezkedem el úgy a pszichológia területén, hogy az kevésbé legyen szakmai, vagy akár nem szakmai feladatokat lássak el. Nekem nagyon fontos volt, hogy az első munkahelyem a diploma megszerzése után is már releváns legyen pszichológiai tapasztalat szerzés szempontjából, és hát azt tudtam, hogy nem szeretnék gyerekekkel foglalkozni, mert nincs ilyen irányú releváns tapasztalatom, már mint önkéntes terén némit szereztem, de hogy alapvetően ez kevéssé jellemző, és hát felnőtt képzésben jártam a mesterképzés tekintetében is, de hogy aztán végül is mégis úgy hozta az élet, hogy iskolapszichológusként kezdtem el dolgozni, mert ott adódott lehetőség. Én ott serdülőkkel foglalkoztam, egy középiskolában, egy műszaki szakgimnáziumban dolgoztam itt Budapesten, 3 éven keresztül a 4-ből, amit én nagyon-nagyon szerettem, és rendkívül nagy kihívást jelentett számomra, de azt kell, hogy mondjam, hogy amennyire nem akartam oda menni, én annyira nem bántam meg, sőt, én rendkívül beleszerettem ebbe. Annak megvan a saját története, hogy ez miért maradt aztán abba, vagy hogy ez hogyan alakul, de hogy nem gondolom azt, hogy ne térnék még vissza, akár ugyanoda, vagy akár ebbe a szférába dolgozni a későbbiekben. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha a saját alapköveinket tudjuk, hogy mi mentén szeretnénk majd elhelyezkedni, munkát találni, akkor ezek nagyon-nagyon fontosak, és jól beépíthetőek lehetnek a munkánkba. Számomra én nagyon-nagyon szeretem a munkámat, rendkívül színesnek tartom egyébként magát a pszichológiát is. Számomra nehézséget jelent elköteleződni egy-egy irányzata mellett még. Ez az én utamnak a része, de hogy nagyon-nagyon sok kihívás van bennem. Ezeket a kihívásokat nagyon szeretem, de vannak nyilván olyan részei, amit kevésbé. Például azt, hogy én, ahogy így tapasztaltam az évek során, egészen magányos a mi munkánk, komoly erőfeszítéseket igényel szakmai közösséget szervezzünk meg, és hogy valahová ténylegesen tartozni tudjunk a szakemberi identitásunkkal is. Úgyhogy én általában egészen egyedül éreztem magam, sokszor magányosnak is éreztem magam, akár iskolapszichológusként, akár jelenleg. Jelenleg egyébként egyéni vállalkozóként dolgozom. Ez most egy ilyen átmeneti állapot az én életemben, de itt is érzem ugyanezeket ezeket a hatásokat, hogy ez így azért hiányzik a csapat, hiányzik az, hogy fejlődni lehessen mások által. Természetesen nekem is van szupervízióm, én is járok képzésekben közben, de hogy jó lenne azért így a mindennapokban ezt egy picit máshogy is megélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez talán a legnagyobb kihívása. Illetve számomra az, hogy megtaláljam azt a területet, ahogy mondtam, ami mellett, hogy hosszú távon igazán el tudok köteleződni. Én azt hiszem, hogy tudatosan építettem így a pályaválasztásomat, többé-kevésbé, aztán az, hogy az önkéntes munkáimon keresztül és az alkalmazotti munkáimon keresztül aztán hová fejlődött ez, vagy hová fejlődtem én ebben, az már egy nagyon pozitív hozadéka ennek valójában. Gondolok itt most arra, hogy én például sokat forgok a médiában, én ezt nagyon szeretem, nagyon élvezem, ugyanakkor nagyon felelősségteljes feladat, egyáltalán nem terveztem ebbe az irányba menni, de hogy ezt nagyon klassznak tartom. Szóval van ebbe tudatos pályatervezés, de azért
azért én azt gondolom, hogy mindig felvetődnek újabb és újabb kérdések. Biztos, hogy tényleg ez az irány, biztos, hogy ezt szeretném-e. Ha már a gyakorlatban is láttam, biztos, hogy ezt választom, én például a szakképzésekkel vagyok így, én most állok ennek a választásnak a küszöbén. Mondhatnátok, hogy hát eltelt 4 év. Igen, abban a 4 évben rengeteg mindent csináltam, nagyon-nagyon sokat dolgoztam, mindig másfél állásom volt párhuzamosan. Kicsit arra is jó, hogy nekem egyébként ez a karantén időszak, hogy ezt egy picit megdolgozzam, érleljem magamban, újra tervezem a dolgokat, letisztázzam magamban azt, hogy mi az, amit eddig tapasztaltam, amit eddig kaptam ettől, és mit szeretnék még kapni ettől, és mit szeretnék még én beletenni ebbe, és hogy mi ez az irány, ami hozzám ezeken belül még a leginkább passzol, és azt gondolom, hogy ez nekem egy kihívást jelentő kérdés. Én is képződtem mellette, módszerben túl vagyok, önismereten, egyéni folyamaton, szóval nagyon-nagyon sok mindenem, és az én tanácsom az számotokra, egyrészt, amivel gyakorlatilag bevezettem a mostani kis videót, az, hogy szerezzetek minél több tapasztalatot a pszichológia minél több területén, akár önkéntesként, akár szemináriumokon keresztül, akár a kollégáktól, már végzett kollégáktól, vagy a szaktársaitoktól szerzett tapasztalatok cseréje által. Próbáltok meg ezt a nagyon-nagyon széles skálát szűkíteni, ha ez még nem sikerült. Én azt gondoltam, hogy nekem sikerült, aztán most úgy érzem, hogy annyit formálódtam és változtam a képzés az évek az önismeret alatt, hogy lehet, hogy most már egészen más irányba fogok tovább képződni. Úgyhogy nem feltétlenül baj, ha ezt érlelitek, én ezt mindenképp tanácsolom nektek, hogy ebbe vágjatok bele minél hamarabb, hogy ezeket a területeket, ezeket megvizsgálhassátok, tapasztalatokat, élményeket szerezzetek ezáltal. Úgyhogy, illetve hogy a karantén időszakot használjátok erre, hogy egy picit elmélyültök magatokban, átgondoltok dolgokat, számot vettek, megnézitek, hol tartotok most, hová szeretnétek eljutni, ahhoz nagyjából milyen lépésekre lehet szükség, és hát konzultáljatok erről, kérdezzetek meg másokat, akár engem, nagyon szívesen beszélek egyébként erről, nagyon-nagyon változatos ez a karrierút, én azt gondolom, úgyhogy azt megmondani most nektek, hogy mondjuk 10 év múlva hol szeretnék lenni, nem tudom. Én ezt régebben pár évvel ezelőtt meg tudtam volna mondani, de azt gondolom, hogy ez annyit formálódott, hogy most már nincs erre egyértelmű válaszom jelen pillanatban. Úgyhogy mindannyiótoknak jó útkeresést kívánok, ne adjátok fel, nagyon sok minden áll még előttetek, nagyon sok a lehetőség, sok a nehézség is, de hogyha összetartunk és kitartóak vagytok, akkor sok mindent el lehet érni ennek mentén. Kérdés persze, hogy mik a tervek, mik a célok. Úgyhogy én minden jót kívánok ehhez a tervezéshez, gondolkodáshoz, elmélkedéshez, én is ezt fogom tenni, úgyhogy minden jót nektek, sziasztok!